Üdv néktek, napabbuljatok be! Hadd mesélem el úról, mit tudnotok kell. Fedd a lábot, kiskomám, csak utánam, ki tudja, tán látunk benn csodákat. Mám a terítéken a vámpír királynő léfen, ki ismerős lehet Marceline néven. Mondhatni vénység, de korát jól titkolja, üssük fel a lexikont, mit ír róla? Marceline Abedir, a díva egy élő hulla, meg nem mondott róla, de él vagy 1000 év óta. Rangját tekintve, ő a vámpír királynő, beszenevén Marci, egy sötét hajú tini, bár erre nem igen hallgat ő. Lakhelye a hegykirályság, tágas barlang rejti kunyhóját, idilli bulikégli, nem vitás, mert szórakozni az imád. Mielőtt otthonra lelt, mindenütt letette névjegyét. Elsőként itt a faházban lepzselt, feltűnt az Emma fa kérgén. A zeller ki nem állja, sült krumpli a fogára való falat, a nedűt kiszippantja bármiből egy szempillantás alatt. Jake-kel egyetemben gyakorta vált alakot, baltaszerű bassgitárján játszik jó pár akkordot. Ritkán látni kétszer ugyanabba, ruhatára egy kész csoda. Képzeld, disznóktól van rémálva, ez a titkos átok sújtja. Csinktevésben kiváló, lételeme a móka, ám irtózik a naptól, ezt tudni lehet róla. Mögötte van jó pár év, bizony megél sok csodát. Simon kísérgette gyerekként, más néven a jégkirály. Ennyi hát a tudnivaló, mivel fogytán a rím. A vámpír fenségről, kinek neve Marceline. Ennyire futott a időnkből, de azért remélem tetszett. Tartsatok vélem jövő héten is, hogy úról tovább verseljek.